Igen, és itt volt a Ila Jóra, a biztosítéktábla. Érdekes, és van egy pince, meg egy olajos hordó. Menjünk fel. Egyébként egy elhagyott állomás épületben vagyunk. És ezt észnek a falnak a gázkonvektorok hűtője. Kívülre látszott a konvektorlás. Nem tudom, szerint az volt már itt. Na, majd elküldöm neki a videót. Semmi. Hát itt vagy valami iroda volt. Nézd, hát igen. Van némi olvasnivaló. Ez itt egy mérleg. Aha, jó. Szerintem elvitték a konvektorokat. Ez mi? Aha. Benyúlsz ki, nyúlsz szekrény. Olvadó biztosítékok. Szerintem a mérnök épület. De itt volt az állomás, ebben az épületben szétsköd, de emelleten látod, hogy... Ez, igen, a neoncsövek. Itt már kis megszakítók vannak. Itt volt a letyó. Konvektor. Meg a hűlt helye. Aha, itt a budi. Szóval itt oda helyiség lehetett. Ez meg itt egy ilyen ezért tartó, az ilyen ezért kiadó ablak, ilyen intézői. 2003-as kaptak. Ide valami. Ja, meg itt a túloldalt lehet bemenni. 2003-as kaptak. 2003-as naptár, akkor 2003-ban itt még voltak. Régi zseblámpa, itt van egy általmas tényezők, természetes fény hiánya, szénporos levegő. És... Aha, na itt viszont meg már valami komolyabb gépek vannak. Aha, itt volt a konvektor szintén, így kibelezve. Itt ez, van. Ez pedig vasúti volt szerintem. Aha, hát ez valami géptér. Ez verjék elfogók. Minden irányba. Ez meg valami bizbel berendezés, nézd csak. Uh-huh. Hát itt aztán minden van, de hogy... Mi akarna ez lenni? Jöjjünk tovább. Benyúlsz, kinyúlsz. Olvadó biztosítékokkal. Dohányzás tilos. Na. Ha esetleg valakinek nem volt meg az esti programja, akkor ott a telefonszám, még lehet, hogy élő is. A pervez nagyban már. Felesleg egy szexlapja, egy szexkazettája. Van olyan? Mutasd! 2003-as. 2003 június. Na hát igen, akkor 2003-ban itt még élet volt. Mutasd, mekkora csöcse van. Fixd be, leszbi lányok. Szuper. Gyönyörű a legújabb irodalma. Hívd Andit, a felajzott cukát. Aki csodát tesz a farkaddal. Minden műhely kötelező kellék egy-két fordnó újság. Remélem, hogy szóval.